Erős volt a sodrás a péntek délelőtt a Tiszának a Vásárosnöményi Rákóczi híd alatt. Nagy mennyiségű víz érkezett az éjszaka határon túli területekről. Az árhullám hajnalban érte el Tiszabecset, ahol harmadfokú készültséget kellett elrendelni. A Tisza Vásárosnöménynél is emelkedik, itt másodfokú készültség volt pénteken érvényben. A város alatti szakaszon pedig elsőfokú készültséget kellett elrendelni. A Feti vízek szakaszmérnöke úgy számol, napokig itt marad az árhullám. Lassú apadásra, illetve egyelőre még áradásra számítunk a Vásárosnöményi szelvényben. Ez pontosan azért, hiszen fent a vízgyűjtőn egy langyos eső esett a hóra, tehát egy elnyúlt árhullám várható mindenképpen, ami jövő hét elejéig biztosan itt fog lenni, legalábbis készültségi szintet tekintve Vásárosnöményben. El fog önteni az üdülőterületeket, a Tivadari, illetve a Gergely-Ugornyai üdülőterületet, illetve a részben el is öntötte most is. Vízben állnak a nyaralók a Gergely-Ugornyai strandon, itt már megjelent az ár. Szabad szemmel is jól látható, hogy milyen gyorsan lepi el a víz a partot. Ezt a falevelet még a száraz aszfaltra raktuk le, amit néhány másodperc alatt elért a víz. Újabb másodpercek múlva pedig szinte teljesen elmosta az ár. Beszéltünk a város polgármesterével, Filip Sándor azt mondta, időben értesültek az árhullám közelettéről, így meg tudták tenni a szükséges védelmi intézkedéseket. Lezárták a strandot, az épületeket pedig áramtalanították. Abban bíznak, hogy az árhullám levonultával viszonylag gyorsan vissza tudják majd adni a Tiszapartot a látogatóknak. A Rákóczi híd alatt a parton egyre több autó áll meg. Az árhullám természetesen vonzza a turistákat is. A Feti vízek szakaszmérnöke azt mondta, csak olyan helyekre menjenek a látogatók, ami nincs lezárva, és a kiépített utakat ne hagyják el. Ilyenkor természetesen a legveszélyesebb az, hogy nem tudjuk, hogy melyik részt önti el a víz, illetve az érkező nem tudja, hogy melyik részét önti el. Nagyon könnyen beszorulhat esetleg bizonyos helyekre, honnan majd csak egyéb vízi vagy légi segítséggel tud kijutni, tehát semmiképpen az utakat én azt tanácsolom, hogy ne hagyják el az érdeklődők. Az árvízzel együtt a szemét is folyamatosan érkezik Ukrajnából. A szakemberek úgy számolnak, hogy a jövő hét közepéig érvényben marad a készültség a Tiszán.